A másik Mona Lisa. Egyetlen Mona Lisa létezik, az, amelyik a párizsi Louvre-ban tekinthető meg. És most nem mondunk igazat. Ugyanis egy másik Mona Lisa is született, amit Madridban nézhetnek meg manapság műrajongók. Vagy maga Da Vinci, vagy a tanítványai festették, és egy nagyon kicsivel más szögből készítették, mint az ismertebb változatát. Ha mindez nem lenne elég megdöbbentő, nem a Louvre-i Mona Lisa volt az első, amit valaha készült. Már 10 évvel előtte megszületett az Easy World Mona Lisa, amit szintén Da Vincinek tulajdonítanak a kutató. Kérdés viszont továbbra is nyitott. Valóban Da Vinci áll mindhárom festmény mögött? És ha igen, miért festette meg ennyiszer a Mona Lisát? Adásul az Easy World Mona Lisa állapota is elgondolkoztatja szakembereket. Hiszen meglepően jó kondícióban van. Így talán nem is 500 esztendős, hanem jóval fiatalabb.